Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Érdekes dolgot hoztam el ma nektek, hiszen ma enni fogunk ebben a videóban. Voltunk ugye a Győri Péter, és ott kaptam tőletek muffint. És hát pontosabban srácok, Gergőtől kaptam. Látjátok, itt is van, nem hazudtam srácok, kaptam Gergőtől egy muffinokat, és hát nem is egyet, hiszen kaptam 6 vagy 7 darabot, ellenben egyet hagytam, hiszen a késő jutott eszembe ez a videó. Ellenbocsás srácok, ez az ügy ilyen egyszerű lenne, hogy én kaptam muffint és elfogyasztottam, akkor sajt miért csinálsz erről videót? Hát azért srácok, hiszen ez nem olyan egyszerű, ezek a muffinok, troll muffinok, hiszen belesütöttek Gergőjék bean buzzardeket. Hogyha valaki nem tudja, mi az a bean buzzard, ne legyen elkeseredve, hiszen tegnap ettem körülbelül, vagy tegnap előtt először ilyen bean buzzardeket. Képzeljétek el, ez olyan, hogy egy bogyó, megeszed, vagy jó ízű, vagy nem, és hogyha nem, akkor nagyon, nagyon rossz ízű. És amikor Gergő, szerintem ő adta, pontosan nem emlékszem, valószínűleg, hogyha ő írta rá a nevét, akkor ők adta át nekem ezt a kis csomagot, azt mondta, hogy egyétek meg, sajt, egyétek meg nyugodtan, és hát ő azt nem mondta, hogy ez bean buzzard, csak annyi, hogy muffinok, mondom, köszönöm szépen, úgyis a muffin nagyon jól jön, tudunk majd eszegetni, ellenben nem árult el, hogy ez bean buzzard, szóval egy troll muffin. Szóval úgy jöttünk rá, hogy mik ezek a bogyók benne, és srácok, ezt úgy gondoltam, hogy muszáj megmutatnom nektek videóban. Csak elővettem egy tányért, plusz egy ilyen eléggé családbarát kést, látjátok azt, hogy nem tűnik el nagyon veszélyesnek, szóval bontsuk is ki a dobozt. Sajnos már a széle egy kicsikét lejött, de attól szerintem tök királyul néz ki, olyan, mint egy normális muffin, ilyen kicsikét, csokikás, meg ilyen, meg olyan meglepetéses. Jó, hát itt is van a tálcán, meghámozom, és utána felvágjuk azt, hogy mi is van benne. Na hát srácok, most hámozom szét, ugye már jön le a szél, annyira jó, amikor ilyen recéssel jön szét ez az egész dolog. Jó, megy a felvétel, azt hittem, hogy nem megy, hiszen akkor megölök, hiszen ez az utolsó muffin, tudjátok, egy kicsit későn jöttem rá. Na, hát meg is van, meg is nézzük azt, hogy mi is ez valójában. Srácok, meghámoztam, látjátok, most már csak azt kéne csinálni, hogy megpróbáljuk úgymond szétvágni, és megnézzük, hogy ténylegesen milyen, kivágok belőle egy szeletet, azt hiszem elég menő lesz, mert akkor inkább egy kis tortát vágatnék. Látjátok, van benne, ha jól látom, őszi barack, ez itt tök finom amúgy benne, és megkeressük, hogy hol lehetnek a bean buzzardok. Ó, ha srácok, látjátok, így néz ki, ahol nincsen, és így néz ki, ahol van, látjátok, ott van két darab bean buzzard, itt az első, és ott a második, ez a fehér, amúgy nem tudom milyen ízű, meg ez se, de szerintem kóstoljuk is meg. Amúgy tök jól néz ki maga a muffin. Itt van az első a számba, és most rágom szét. Hát, nem tudom milyen ízű, de tök jó. Ezt majd írjátok már a létszás, hogy ez a piros, ez milyen ízű. Ellenbennek ilyen gyümölcsös íze volt, ez nagyon-nagyon bejött nekem. Itt is van srácok a másik, ez ilyen fehér, elrágom ezt is, és ez is jó. De ilyen tök király, ez nem is volt kemény, hiszen ugye a tésztában megfőtt, ez marha jó. Most már nyugodtan elfogyaszthatjuk, hiszen tudjuk, hogy nincs benne bean buzzard. Egy kicsikét feltúrom, hát ha van benne valami különleges anyag, srácok, hiszen már kettő bean buzzardot kibányáztunk. Úgy tűnik az, hogy itt van még egy ilyen barackszerűség, itt is van még egy barack, a kés másik felével akartam vágni. Úgy tűnik, hogy most már barack van, tészta, meg csoki darab, meg ugye itt a széle, a bean buzzardokat végig megettük, és... Hát srácok! Úristen, most nézem azt, hogy tiszta ízé, kajás a lencse, azt a... tiszta párák vagytok. Szegény pára! Ilyen párásak vagytok, haját. Úgy néz ez ki? Akar már végre megszáradni. Ha tetszett srácok ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas lájkot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és főleg az, hogyha feliratkoztok a csatornára, csatlakoztok ti is a Sajtó Király bandájába úgy, hogy megnyomjátok azt a nagy piros gombot. Na de ez a videó ennyi lenne, én megyek és elpakolom magam után így a cuccokat. Na sziasztok!